Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben Jézus Szamária egyik városába, Szikárba érkezett, közel ahhoz a földhöz, amelyet Jákob adott fiának, Józsefnek. Ott volt Jákob kútja. Mivel Jézus útközben elfáradt, leült a kútnál. Az idő dél felé járt. Közben odajött egy szamáriai asszony, hogy vizet merítsen. Jézus megkérte, adj innom. Tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. Az asszony elcsodálkozott. Hogyan kérhetsz te, zsidó létedre tőlem, szamáriai asszonytól inni? A zsidók ugyanis nem érintkeznek a szamaritánusokkal. Jézus így felelt. Ha ismernéd Isten ajándékát, és tudnád, hogy ki mondja neked, adj innom, inkább te kérnéd őt, és ő élő vizet adna neked. Az asszony ezt felelte. Uram, hiszen vödröd sincs, a kút pedig mély. Honnan vednéd az élő vizet? Csak nem vagy nagyobb Jákob atyánknál, aki nekünk ezt a kutat adta, amelyből ő maga is ivott, meg a fiai és az állatai? Jézus erre megjegyezte. Mindaz, aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik meg soha többé. Az a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne. Erre az asszony megkérte. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne legyek szomjas, és ne kelljen ide járnom vizet meríteni. Látom, hogy proféta vagy. Atyáink ezen a hegyen imádták Istent, ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálem az a hely, ahol imádni kell őt. Jézus ezt felelte. Hidd el nekem, asszony, hogy eljön az óra, amikor az atyát nem itt és nem is Jeruzsálemben fogjátok imádni. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi pedig azt, akit ismerünk, hiszen az üdvösség a zsidóktól ered. De eljön az óra, sőt már itt is van, amikor az igazi imádók lélekben és igazságban imádják az atyát. Mert az atya ilyen imádókat vár. Isten ugyanis lélek, ezért akik őt imádják, lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így szólt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek. Ha majd eljön, ő tudtunkra ad mindent. Erre Jézus kijelentette, én vagyok az, aki veled beszél. Abból a városból a szamaritánusok közül sokan hittek benne. Mikor kijöttek hozzá a szamaritánusok, megkérték őt, hogy maradjon náluk. Ott is maradt 2 napig. Ezután így szóltak az asszonyhoz. Most már nem a te szavadra hiszünk. Hallottuk őt mi magunk is, és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője. Ezek az evangélium igéi. Nagybőjt 3. vasárnapjának én azt hiszem, hogy a központi gondolata nem csak azért, mert a hordozó anyag kapcsán is itt tér össze, Mózes 2. könyvének gondolatisága az evangélium szavaival, nem csak a víz miatt alapvetően, de a gondoskodó Isten ember szerető jósága. Valahol mind a 2 szövegben, akár az evangélium soraiban, akár Mózes 2. könyvében is pontosan ez mutatkozik meg. És egy végtelenül emberi magatartás. Hogy nyilván, amikor jól megy a szekér, amikor rendben vagyunk, amikor minden oké, akkor az ember minden marhaságra rávehető. Akkor madárfüttyös jókedvel sorjáznak be Mózes mögé, és trappolnak dacosan magasra emelt fejjel a sivatagban. És nyilván vannak pillanatok, amikor nem megy annyira jól a szekér, amikor nem annyira buli az élet, amikor úgy tűnik, hogy az Isten megpróbáltatások elé állít minket, vagy legalábbis megengedi, hogy ezek megtörténjenek velünk. Na, abban a pillanatban nemhogy kérdőjelek, hanem annál sokkal erősebb hangok merülnek fel, valahogy egészen más kérdésfeltevések, sőt, messze menő kijelentések ütik fel a fejüket. Nem véletlen, hogy ott és akkor a pusztában, amikor Mózes végső kétségbeesésében már az Úrhoz fordul, hogy mi a csodát kezdjek ezekkel. Hát hogy fogjuk ezt megoldani? Nem véletlen, hogy Mózes az
adott helyet, ahol az Isten gondoskodó jósága újra megmutatkozik, érdekes módon nem az Istenről. A megtapasztaltakról nevezi el Meribának és Masszának, kísértésnek és perlekedésnek. Mert ez volt az a hely, ahol a nép az Istent kísértette, sőt pörbe szállt, vitába szállt magával az Úrral. Ó, hát amíg a varázsló megteszi a dolgát, addig minden rendben van. Amíg Mózes hadonázhat a varázspálcájával, addig teljesen oké. Na, egyet ne felejtsünk el. Amikor azt mondja az Úr, hogy fogd a botodat, amellyel ráütöttél a Nílus vizére, és üss vele rá erre a sziklára is, és én majd vizet fakasztok ott, nem Mózes, az Úr, akkor azt mondja ám a főnök, hogy én ott állok előtted azon a sziklán. Nem te teszel csodát, nem te varázsolsz, nem te vagy a nép csodadoktora vagy csodabohóca. A csoda nem tőled származik, hanem tőlem, te eszköz vagy, aki által az én gondoskodó jóságom majd megmutatkozik. És mi milyen gyakran vagyunk hajlamosak arra, hogy kísértsük az Istent, hogy akár olyan kérdéseket tegyünk fel, az állandóan munkáló, a mindig a mi javunkat kereső, a folyamatosan egy lépéssel előttünk járó Istennel kapcsolatban, ami már önmaga vérlázító, hogy állandóan perbe szálljunk vele, mert semmi és soha nem elég, hogy valahogy ez a mindentudó és mindenható Isten csak éppen a mi felfogásunk szerint nem tud sohasem aktuális lenni. Vagy túl korán történnek dolgok, még nem kellett volna, vagy túl későn, most meg már minek. Általában a mérték, a mérce, az képtelen megközelíteni a mi általunk elképzelteket. A gond az, hogy mi ebbe a varázspálcába kapaszkodunk, hogy mi csodadoktorokat keresünk, hogy nekünk csodatevőkre van szükségünk, aki elszórakoztat és a pillanatnyi igényeinket kielégíti. Mi ezekbe a varázspálcákba kapaszkodunk. Nyilván a csalódás előre borítékolt. Nem az Isten ver át minket. Mi vagyunk azok, akik ezt rendkívül ügyesen megoldjuk, és a saját meribáinkat, a saját masszáinkat legyártjuk, és egy percig sem érdekel, hogy hova állt, vagy hova ült az Isten. Hogy akkor csapkodunk-e a varázspálcáinkkal, amikor ő kéri, vagy amire ő bíztat. Ha el tudnánk szakadni a saját elképzeléseinktől, ha hagynánk, hogy ő vezessen, hogy ő járjon előttünk, akkor talán valahol ez az elemi, ez az ősi kétségbeesés is ki tudna kopni az ember életéből, és tudnánk az öröm hordozóivá, a derű arcaivá válni.